Csak lépésben lehet közlekedni a Szolnok és Besenyszög közötti úton. Egymást érik a kátyú. Az erőjövő autók is csörögnek, zörögnek a rosszabb szakaszokon. A besenyszögiek már aláírásokat is gyűjtöttek az út felújítása érdekében. Kedden pedig lakossági fórumot szerveztek. A térség fideszes országgyűlési képviselője szerint mindent megtesznek az útért. Pócs János azt is megindokolta, hogy miért. Higgyék el, hogy a magyar kormány, bennem a két jelenlévő országgyűlési képviselő azért dolgozik, hogy a legközelebbi választást megnyerjük. És ahhoz tudjuk, hogy önöknek a közlekedése, a biztonsági érzete, meg mindenféle véleménye fontos, hogy majd annak idején hova húzzák az ügyszer. Pócs János azt kérte a helyiektől, higgyék el, hogy el fog készülni az út, de azt nem tudta megmondani, hogy mikor.